Petrovics Emil emlékére tartottak koncertet a Rákoshegyi Bartók Zeneházban. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a kétszeres Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző születésnapjához legközelebb eső hétvégén rendezték meg. Idén Bokor Jutta, Nagy Enikő, Nagy Edit és Szokodi Anikó előadásában Petrovics Emil és Csemicki Miklós műveket, illetve egy Bartók Béla átiratot hallgathatott meg a közönség. Az első kantáta Álmos kicsiny madársereg című tételével vette kezdetét az idei Petrovics Emil emlékkoncert a Rákoshegyi Bartók Zeneházban. Az eseményt évek óta a zeneszerző február 9-i születésnapjához legközelebb eső vasárnapon tartják meg az intézményben, ahol Bokor Jutta, Nagy Edit, valamint Nagy Enikő és Szokodi Anikó kamara jellegű műveket adott elő a közönségnek. A koncert során a kétszeres Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőnek és tanítványainak szerzeményeiből egyaránt felhangzott egy-egy csokorra való. Petrovics Emil brácsa versenye, Nagy Enikő játszotta a szóló brácsa versenyt, ő is járt a tanár úrhoz annak idején a Zeneakadémián. Én is jártam a tanár úrhoz a Zeneakadémián. Sőt, a következő Csemicki darab a duóra, tehát ez a hat duó, a Makám, amit Nagy Edit és Szokodi, és Nagy Enikő adott elő. Ez azért nagyon fontos, mert ugye Petrovics Emil nagyon szerette a fiatal zeneszerzőket, hiszen növendékei voltak, és minden tanítványának a továbbiakban, tehát az élet hosszú évek alatt ő általában egyengette a tanítványok sorsát, a zeneszerző tanítványok sorsát is. Nem csak az énekesekét, a hangszeresekét, de a zeneszerzőket is. Így aztán Csemicki Miklós egyik kedvenc növendéke volt, ha tehetjük, és ha találunk kamara jellegű darabot, akkor Csemicki mű mindig a műsoron van. A helyszínen a zeneszerző lánya Petrovics Eszter kiemelte, megtisztelő, hogy minden évben megvalósul a rendezvény, melynek keretében együtt eleveníthetik fel édesapjának munkásságát a közreműködő művészek. A Rákoshegyi Bartók Zeneházban 2012 óta egy szoba is őrzi a néhai komponista emlékét. Petrovics Eszter ezzel kapcsolatban elmondta, nagy öröm számára, hogy Bartók Béla egykori otthonának falai között kapott helyet, a kétszeres Kossuth és Erkel Ferenc díjas művész hagyatéka. Édesapám számára, meg hát úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára Bartók Béla nagyon-nagyon szorosan az életünkben van, a szívünkben van, a tudatunkban van, és az, hogy ő itt élt, ez olyan megrendítő számomra, hogy édesapám ezek között a falak között lehet, hogy ez adta a löketet, hogy ide kellene hozni ezt a hagyatékot, ami a könyvek, a könyvtárak, ottái berendezési tárgyak, hogy kicsit megmutassuk a világnak, hogy milyen millióban élt, milyen millióban alkotott, és az, hogy ebben a nagy, fantasztikus Bartóki hagyatékba kerülhetett bele, ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos másoknak is, nekem meg kiemelkedően fontos. Az esemény zárásaként szintén Petrovics Emil egyik tanítványának, Tóth Péternek brácsa zongora átirata csendült fel. Az Opus 14-es zongora darabot Bartók Béla 1916. február 16-án komponálta Rákoskeresztúron.